kenettel kapcsolatban szeretném folytatni Isten igéjét, az 1 Királyok 19-es, hogyha kinyitjátok. Ugye emlékeztek rá, hogy a kenettel kapcsolatban arról beszéltünk utoljára, hogy hogyan tud módosulni a kenet, és ebben a módosulásban ugye csak éppen érintőlegesen megnéztük azt, hogy meg tud duplázódni a kenet. Egyik emberen levő kenet a másikra úgy át tud menni, hogy közben még növekedni tud. Na most itt a Elizeussal kapcsolatban viszont szeretnék arról beszélni, hogy a kenethez vezető lépésekről, ahogy Elizeus hozzá jutott ehhez a kenethez, ahogy ott volt Illés szolgálata mellett, és ahogy rászállt ez a kettős kenet. Tehát erről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk kenethez jutni, kenethez felé vezető utat, hogy tudjuk megtalálni, és milyen alapelvei vannak ennek az útnak, és mit tudunk ebből mi a magunk életébe megtapasztalni, vagy beépíteni. Ennyire durvát mondtam. Kinek van szüksége több kenetre? Na, látom. Ugye a kenet az jogosultság. Tehát az Isten dolgaihoz való jogosultság, hogy tenni valamit Isten dolgaiban. És itt nem csak szellemi dolgok vannak, de nyilván ugye nem csak szellemi dolgok ezek, szellemi dolgok is, de nem csak szellemi dolgok. És ugye nagyon érdekes az, hogy a Elizeusnál, ugye mi látjuk azt, hogy halottakat támasztott Elizeus, ezt csinált Elizeus, ételeket szaporított Elizeus, meg mindenféle dolgokat csinált, nem? Hát gondold el, hogy otthon a hűtődben mondjuk, érted, hogyha olyan erős a kenet rajtad, akkor lehet, hogy nem kell a következő héten bevásárolni. Miért ne lehetne ilyen? Hát látunk egy csomó ételszaporítást is, nem? Miért ne lehetne ilyen? Tehát mi kizárjuk a saját, tehát csak azért zárjuk ki, mert nem szokott ilyen lenni? Honnan tudod, hogy a te, ugye most vannak ilyen adózással kapcsolatos dolgok, hogy honnan tudod, hogy hol van az adódnak, az iparűzési adódnak, a társasági adót, azt hiszem, azt be kellett már fizetni, vagy még nem, most kell azt is valamikor. Hát gondold el a különböző járulékaid, hogy melyik halnak a szájába vannak ott. Mert ott is adózni kellett, és a kenet megoldotta az adózást is. Hallod? A kenet például megoldja az adózást is. A kenet sok mindent meg tud oldani. És ezért nagyon fontos a kenetre, hogy na nézzük, az első elhívás, írd föl magadnak. Ez az első. 1 Királyok 19:16. Azt mondja itt Isten igéje, hogy 1 Királyok 19. Ezek alapelvek. Tehát ezeket így kell nézni, hogy ilyen elvek ezek. Ha már leírta Isten igéje, hogy ilyen van, akkor nem véletlenül van ilyen. Azt mondja 19:16. És mondta az Úr neki, ugye Illésnek, menj el, tér vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba. És mikor oda jut, Kent királyá hazáelt Szíriában, és Jéhút a Nimszi fiát kenyett királyá Izraelben, és Elizeust az Abel-Mehola beli Sáfát fiát pedig kenyett prófétává a te helyedben. És lesz, na mindegy, a 17-et mindjárt folytatom. Tehát az első, az Elizeus, ugye az elhívás. Tehát az Elizeus
még szántott és különböző elfoglaltságban volt benne, amikor Isten név szerint kiemelte Illésnek azt, hogy Elizeushoz menjen oda. Megmondta, hogy hol találja meg Elizeust, és megmondta, hogy kinek a fia Elizeus. És tehát név szerint elhívta a szolgálatra. Már rögtön, ugye azt mondja, megadta, ez, tehát itt már rögtön több elv is érvényesül egy embernek az életébe. Az egyik az, hogy Isten név szerint ismer téged. Tehát te nem csak egy adószám vagy a rendszerben, és egy személyi szám vagy, és ez alapján azonosítanak téged, hanem téged név szerint ismer az Isten. Sőt, a 139. Zsoltár alapján Isten már akkor formált téged, amikor te még nem is tudtál őróla. És ott voltál az anyád méhében, alaktalan volt még a testünk, amikor elkezdte formálni, és valahogy ez formálta, amit most láttunk, tapasztalunk. Ez Istennek az akarata volt, Istennek a szándéka volt. Ugye az Efézusi levélben Pál beszél arról, hogy eleve kiválasztott bennünket. Tehát még nem is léteztünk, nem is voltunk, nem voltunk öntudatunknál, nem volt öntudatunk, nem voltunk én, mint én, nem voltunk ilyen. De Isten viszont azt mondja, a teremtett világ előtt, pedig azt nem tudjuk, hogy mikor teremtette Isten a világot, ugye az emberiség történelméről tudjuk, hogy 6000 éves, és ugye az előtt volt a világ, vagyis a világ, az ég és a földnek a teremtése, ilyen módon a nap és a csillagok és a holdnak a teremtése, az csak a negyedik napon volt, tehát a föld az öregebb, mint a nap, meg a csillagok, meg a hold. Akármit mondanak, tehát öregebb a Biblia szerint. Lehet, hogy azokból az alapanyagokból csinálta Isten, de az később teremtette meg, azt a negyedik napon teremtette meg. És akkor még arról nem is beszélünk, hogy a növények jól el voltak fény nélkül is, vagyis a napnak a fénye nélkül is. És világosság volt nap nélkül. Egyébként erről egy nagyon jó, ugye most, ahogy elmúlt napokban is olvastam egy kicsit ebből a tudománytörténetből, egy nagyon jó anekdota van, de ez van felírva az, ugye a Newtonnak, a Isaac Newtonnak a sírja feliratánál is. Ugye akkora nagy hatást tett az egész tudományba, meg mindenbe, ugye ezekkel a törvényeket, hogy ugye így a mozgástörvényeket felfedezte meg, vagyis hogy le tudta írni, mert ugye ezt nem tudták az ókortól kezdve, na mindegy, nem ezt akarom, hanem csak az anekdotája, hogy ugye mondja az egyik költő, írja, hogy és Isten megteremtette a földet, az eget, és sötétség volt a természetben, és a többi, és a többi, és mondta Isten, legyen Newton, és lett világosság. És ez a kírva sírfeliratták a Newtonnak, de óriási, tehát olyan hatása volt az egész tudományra, tehát azért, és ez csak körülbelül 300 évvel ezelőtt. Gondoljátok el, hogy igazából a tudománynak az, hogy ennyire előre tud haladni, meg ilyen, előtte is volt, de 300 év, tehát a fő emberiség történetéhez képest nem olyan nagy idő ez, de visszatérve, tehát, és mondta Isten, legyél te. Mert te nélküled ez a világ kevesebb lenne. Tehát Isten név szerint ismer bennünket, ismer téged, név szerint külön, nem egy csoportban lát téged, hogy te annak a csoportnak az egyik tagja vagy. Isten nem így gondolkodik. Az egyház az kihívottakból áll. Kihívottak, akik megkapták a hívást. Aki személyesen, ez az evangélistáknak a feladata. Tehát az evangélisták kimennek az utakra, kimennek ide-oda, amoda, és megszólítják az embereket, és kapnak egy hívást az emberek, hogy hé,
te. Meghalt érted Jézus. De hülye vagy? Ez az embereknek. Ugye, mert akinek el van zárva a szelleme, a szíve, tehát a halál állapotban van a szelleme, a szíve be van zárva az igazság elől, az ez az első reakciója. Bolondság. Ez hülyeség. De ugye, ha a Szent Szellemnek a kenete ott van, és ezért beszélünk ugye, hogy kenet jöjjön rá mindenkinek az életére, te csak kimondod azt, Jézus meghalt, érted? Ő lehet, hogy azt fogja itt mondani a fejével, hogy hülye ez az ember, meg hogy ez hülyesség ez az egész. De a kenet bemegy a szívébe, és a szívébe nem fogja békén hagyni. Nagyobb hatást gyakorol rá a kenet, mint te. De te kell lesz hozzá, hogy a te szádon, hangodon keresztül szóljon az evangélium. Tehát, hogy átmenjen Istennek a kenete, és tudjon Isten szelleme szólni rajtad keresztül. Ehhez te is kell lesz hozzá. De azt tudnunk kell, ahogy végezzük Istennek a munkát, hogy mi csak egy parányi cseppek vagyunk ebbe. A legnagyobb hatást Isten végzi el. Maga az egyházat is Isten építi. Tehát ugye Jézus azt mondja, én építem föl az egyházat, és ezen az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalma. Tehát ő építi az egyházat. Aztán ő ad embereket az egyházba, akiket ő akar. Nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem akiket ő ad. És akiket ő ad, azokon keresztül elkezdi építeni az egyházat. De ezt ő csinálja. Ugyanígy van az evangéliummal is. Hogy ő szólítja meg az embereket rajtad keresztül. De ez te is kell lesz. Ha te ezt nem csinálod, akkor ő nem fog szólni embereknek. És nézd meg, hogy most ebben a korszakban nem angyalok végzik ezt el, hanem még az angyalok is, amikor megjelentek Kornéliusnak, külön mondták, hogy küldj el Joppéba, ehhez és ez, az Egyenes utcába, a Simon Tímár házában, ott van a Simon Péter, és szóljál neki, hogy jöjjön el, és majd ő fog mondani olyan dolgokat. Hát ha mennyi mindent elmondtak az angyalok, azt is hozzátették volna, hogy Jézus meghalt, érted? De nem mondták ezt, mert az evangélium ránk van bízva. Mi kellünk hozzá. Mi rajtunk keresztül akar szólni. Tehát név szerint ismer bennünket. Kiválasztott téged. Név szerint kiválasztott téged a világ teremtése előtt. Mondjad utánam. Kiválasztott engem Isten név szerint a világ teremtése előtt. Hát, hogy erősítsük az identitást. Akkor, tehát az egyik ez, hogy név szerint ismer Isten. Ez biztos. Gondold el, Elizeus kint a mezőgazdasági munkáit végezte, felszállt a traktorra, csak akkor 12 igás traktor volt, ekézett az Elizeus. Ő közben végezte a munkáit, miközben Isten szól Illésnek, nem tudom hány kilométerrel arrébb, hogy ott van Elizeus, menj el, és kent föl Elizeust. Név szerint ismeri. Név szerint tud rólunk Isten. Név szerint tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hol vagyunk, melyik városban, itt mondja is, hogy hol van. Minden tud rólunk Isten, név szerint. Fel vagy írva az ő könyvébe. Nem vagy elvetve Istentől. Tud rólad, ismer téged. Hallod? Ismer téged. Egyébként még ezzel az ismerettel kapcsolatban megdöbbentő, hogy ugye az a megdöbbentő, tegnap, ahogy olvastam az igét, hogy azt mondja, hogy Isten a szívünket ismeri. Tehát ő a szíveket ismerő Isten. Gondolod el, az emberi szívet senki nem ismeri. Az mély. Az el van rejtve a tudatunk előtt. És azt mondja még, hogy Isten pedig vizsgálja, fürkészi, nézi, tudja, mi van a szívünkbe. És amikor ugye Dávidot felkeni, akkor azt mondja, még mondta is Sámuelnek, hogy Isten nem azt nézi, amit az ember, hanem Isten a szívet nézi, és azt vizsgálja. Tehát, hogy mi nyitott lapok vagyunk, és olyanokat is tud rólunk Isten, amiről mi nem tudunk.
Képzeljétek el. Szóval nagyon mély Istennek a belátása az életünkbe, a szívünkbe, a lényünkbe. Igazából ő tudja, hogy kicsodák vagyunk. Senki más nem tudja. Csak ő tudja. A második, hogy nem csak név szerint ismer Isten bennünket, hanem azt mondja itt, hogy meghatározott feladatra hív bennünket. Jelen esetben ugye Elizeusnál azt mondja, hogy prófétává. De figyelj, neked mivé? Elizeusnak prófétává. Neki ez a meghatározott feladata, célja, rendeltetése az életébe. Isten akarja, hogy betöltsük a feladatunkat. Ez adott talentumokat, adott képességeket, és azt a, neki már megvan a terve. Tehát nem nekünk kell kitalálnunk a tervünket, hanem neki már megvan a terve velünk kapcsolatban. Itt az a kérdés, hogy mi megismerjük-e azt a tervet, amit ő akar szándékozunk velünk kapcsolatban véghez vinni. Mit szóltam? Tehát neki van terve. Ezért nekünk ugye sokszor, nekünk azt kell megtalálnunk, hogy mik azok a cselekedetek, amikkel be tudjuk tölteni ezt a tervét Istennek. A tervhez, viszont a feladathoz fel akar kenni. Ugye erre mondta azt, hogy kenjed föl. Tehát akar kenetet biztosítani arra, hogy véghez tud vinni azt a feladatot, amire küld Isten, amire eltervezett. Kenet nélkül nem tudja az ember sikeresen a feladatát véghez vinni. Hiába van talentuma az embernek, hiába van képessége, ha nincs kenet, akkor nem fogja tudni véghez vinni. Nézzétek meg, hogy kenet nélkül, talentumokkal az ördögöt lehet szolgálni. Hát nézzétek meg, tele van a világ olyan emberekkel, akik tele vannak talentumokkal, tele vannak X-faktorral, most így mondva, tele vannak egy csomó mindennel, és el kell ismerni, hogy van tehetség. Most érted, tehát ugye az a zenész, aki, meg ugye a Jimmy, tudod, a Zambó Jimmy. Hát én nem nagyon szerettem a zenét, most meg kell, hogy mondjam nektek őszintén. De az nem azt jelenti, hogy magát a személyt, a személyben levő értéket, azt, ami benne van, az ne lenne talentum és képesség. De nézzétek meg, hogyha az ember nem kerül kapcsolatba Istennel és a kenettel, akkor az ördög félre tudja vinni, és az ő munkáját, az ember az ördög munkáját viszi előbbre a talentumaival, amit Istentől kapott. És ráadásul meggyőzi az ördög, hogy ezt nehogy kapta Istentől, ez ő ilyen, tehát ő más, mint a többi ember, tehetséges, talentumai vannak, ez az ő érdeme. Ezért, tehát kevésség tud rájönni az emberre, tehát Isten nélkül talentumokkal el lehet veszni. Tehát egy félre sikerült életet lehet élni. És lehet látni, hogy nagyon sok ember van a világban, akiben nagyon nagy talentumok vannak, és mégis úgy tudják némelyik befejezni az életét, hogy alkohol, kábítószer túladagolás, idő előtt fejezi be az életét, ahelyett, hogy egy folyamatosan fönt lenne a toppon, feltűnik, leáldoz a csillaga. Tehát látszik, hogy az ördög belenyúl ebbe az egészbe, és egy falsot ad az embernek, és kihasználja a talentumát úgy, hogy közben nem isteni lesz a dicsőség amiatt, hanem az ördögnek a munkáit viszi előrébb. Tehát fontos a kenet, a felkenetés a feladatra való elhívás után, és a negyedik pedig itt ez az ige azt mondja, hogy a helyedbe. Tehát azt mondja, hogy állítsd, ugye egy proféta, kent fel, profétával a helyedbe. Tehát Isten tudja, hogy hol a helyed. Tehát ő tudja rólunk, hogy hol a helyünk. És azon a helyen áld meg Isten bennünket, ahová ő eltervezett minket, hogy ott áldására legyünk az Isten népének. Tehát ez az első,
az elhívás. Elízeus szolgálata alapján a második, amit írjál föl magadnak, az is nagyon fontos, ez a felkenetéshez vezető utakkal kapcsolatban, a 19.20-ban van, azt mondja, és ő elhagyván az ököket illés után futott eddig. Ez a lelkesedés. Tehát, hogy fontos, hogy az elhívás után az emberbe megmaradjon a buzgóság, a tűz, a lelkesedés. És ugye rossz olyan embereket hallani, nézni, látni, ahol vége a lelkesedésnek. Az már vallás. És ugye akartam mondani az előbb azt, hogy ugye tagjai vagyunk egy egyháznak, de ez elhívás alapján van. És az elhívás, az elhívás nem egyház tagságra ad, hogy hívják ott. Tehát, hogy te egyház tag vagy. Neked nem egyház tagnak kell lenned. Neked elhívott embernek. A vallásos, tehát ahol már vallás van, ott egyház tagokról beszélnek. De nekünk nem egyház tagokra van szükségünk. Nekünk olyan emberekre van szükségünk, akik tele vannak Isten tüzével. Akik tele vannak Isten buzgóságával, tele vannak lelkesedéssel. Lelkesedés nélkül nem lehet Istent szolgálni. Ha nincs az ember, de ugye, hát emlékszem, én is megtértem, és akkor mondták nekem is, hogy majd te is le fogsz nyugodni. Nem? Nézzétek meg Elízeus, mit olvasol? Oda megy hozzá Illés. Ráteszi a köpenyét. Azt tudod, mit csinál? Abba a pillanatban elhagyta az ökreit. Az nem az, olyan lelkesedés szállt rá. Végre! Megjött Isten embere! Biztos már hallott Illésről, ugye hát voltak előtte ugye a Kármel, meg egyéb dolgok. Itt van, bejött a városba Isten embere. És akkor jön haza az ökrökkel, meg ugye ráteszi a hútyákat. Azt mondja, ez első és utolsó lehetőség az életembe. Vagy végig földművelő paraszt maradok, hát most lehetett választani. Egy új dolog jött az életembe. Ha ezt nem választom, vége. Vége a lehetőségnek. És nézzétek meg lelkesedésből, miket csináltak az emberek. Ott van Zákeus. Lelkesedésből úgy felmászott arra a fára. Azt, akit ismertek, az egy ismert ember volt abban a városban. És gondoljátok el, hogy ez az ismert ember vette a bátorságot, és azt mondta, ez az utolsó lehetőségem. És nézzük, hogy rá irányítja a figyelmet Jézus. Tehát akik ilyen lelkesedésből, lehet, hogy el lehet rontani egy csomó dolgot lelkesedésből, de figyelj, inkább rontsak el dolgokat lelkesedésből, mint a nagy tudásból ne csináljak semmit. Akkor azt mondom, akkor próbálkozok. Nem? Elkezdem feszegetni a határaimat, elkezdek ezt csinálni, azt csinálni, de inkább ezt, mint leülök, mondjátok már meg, mit kell csinálnom. Nem, csinálni kell akkor, lelkesedésből, ahogy aztán maximum megmondják, hogy ne csináld. De hát akkor inkább mondják, hogy ne csináld, mint az, hogy na, nem csinálsz semmit. Szerintetek, tehát a munkában melyik a jobb munkatárs? Aki tele van ötletekkel, tele van tetrekészséggel, tenni akarással, lelkesedik a cégvezetőnek az ügyéért, látásokért, azok beáll a látások mögé, gondolkodik, hogy lehet azt megcsinálni, és a többi, és a többi. Vagy olyan ember, na mondjátok meg, tudod, ül az irodába, mondja, mit kell csinálni? Szerintetek melyik jobb? Aztán lehet, hogy néha vissza kell húzni a gyeplőket, meg ilyeneket, de hát inkább ez, mint az, hogy mindig nógatni kell az embereket, hogy csináltok már valamit. Ha ott van a főnök, csinálnak, ha nincs ott a főnök, nem csinálnak semmit. De az, akiben a lelkesedés ott van, az nem kell neked ott lenned, akkor is csinálni fogja. Mert tud azonosulni azzal az üggyel, és az a lelkesedés viszi be
a munkába, vagy a munka folyamatokba, és van újabb és újabb ötletek jönnek elő. Inspirált lesz a lelkesedés, és az inspiráltság az összefügg. Tehát, hogy van az ember? Ha lelkesedik, van inspirációja. Ha nincs, nem lelkesedik, unatkozik akkor. De Isten azt akarja, hogy inspirált emberek legyünk. Ez meg lelkesedni kell. Lelkesedni kell azért az ügyért. Ne kell látni, és azért nagyon jó, hogy Budapesten ugye most ilyen, tehát a profétai tanítások vannak, mert az ember rádöbben arra, hogy az utolsó lehetőségek idejében élünk. Ha most nem lelkesedünk, ha most nem csináljuk, utána már a mennyből mit akarsz majd csinálni? Hát ha emlékeztek, az a gazdag ember, tudod, aki lekerült, az lelkesedett, a pokolba kezdett el lelkesedni. Nem? Küld el ide, már mondta, hogy mit, kinek mit kell csinálnia, ahhoz, hogy megtérjenek az emberek. Hát nem jobb itt. Ezért ügyködni, hogy térjenek az emberek meg. Hát inkább itt a földön. Utána már nem lesz lehetőség ezeknek a véghezvitelére. Semmit nem fogunk tudni beleavatkozni. Az egyház semmit nem fog tudni beleavatkozni abban az időszakban, mert akkor már az egyház fönn lesz a mennybe. Képzeld el, a mennybe leszünk. A mennyei térbe leszünk benne. De itt kell lelkesedni. Itt van a te választásodnak a lehetősége, hogy lelkesedsz-e azért az ügyért. Emlékeztek az apostolokra. Jézus ment, azt olvasod, ment a tengerparton. Hát vagyis a galilai tenger, mindegy. Tehát ott ment. És ott vannak a tanítványok. Gürcölnek, dolgoznak. Biztos gondolták, ugye, mert volt egy előszolgálata Jézusnak, és ott már tapasztaltak dolgokat, ugye kánaáni mennyegző, tehát tapasztaltak dolgokat, és egyszer csak újra feltűnt a mester. És mondja nekik, gyertek, kövessetek! Ezek csapott papot hátra hagytak. Ott hagyták a hálóikat, ahogy volt minden, mentek Jézus után. Nincs még egy lehetőség, úgy álltak hozzá. Ez a mi lehetőségünk. Nézzek Péter apostolt, aki, érted, a lelkesedéssel. Hát egy csomó mindent, érted, igaz, hogy Jézus lesátánozta meg, csinált olyan dolgokat, tehát érted, hogy Jézus néha fogta a fejét, de hát emberek, hát ez az ember volt az, aki, amikor a Jézus jött a tengeren járva, annyira lelkesedett, hogy én is akarok járni. A többiek nézték megbambulva a Jézust, ahogy jön, meg hogy ez kísértet, meg ez, vagy az, meg amaz. Nézd meg, ez az ember inspiráltan, rögtön. Ha te vagy az Jézus, szólj, hadd menjek oda. És ő tapasztalt meg ilyet. Lehet, hogy közben meg kicsi volt, közben még a hite, meg nem úgy működött, és majdnem elsüllyedt. De hát emberek, ilyen az élet. De a lelkes embereket kimenti az Úr. A segítség. Segítségül hívják, felhúzza a merülésből. De legalább csinált valamit, érted? És mi ezt olvashatjuk? Nem? Ezt láthatjuk a Bibliába. Vagy amikor tudod, a karddal rögtön vágott mindent, tudod, végre, gondolj, egy halászember kezében a kés vagy a kard. Tehát az azért nem biztos, hogy olyan jól tudta forgatni. Ugye látszott is, hogy ugye ott a sötétben vagdalkozott, aztán csak a fülcimpát tudta lenyisszantani a füléről annak az embernek, a málkusnak, tehát a szolgálón. Tehát csak ott azt a kicsi rész. Nem tudom, hogy sikerült neki pont úgy megcsinálni, hogy... De hát próbálkozott valamit tenni a mesterét. A többiek mesztelenül menekült, vagy volt, aki mesztelenül menekült az éjszakába. Legalább próbált valamit csinálni. De ki is javította Jézus a hibát, ugye visszaragasztotta. Tehát látjátok, hogy
Tehát mindig azért kisegítette Jézus. Tehát egy lelkes embert jobban kisegít Isten, mint az, aki csak, érted, puf, leül, és akkor mondjátok, mit kell csinálnom? Hát nem veszed észre, ember? Tele van az egyház feladatokkal. és tenni kell. Tehát tetrekészséget kell szertennünk, hogy csináljuk, mert nincs sok idő hátra. Egy pár évtized van. Ez bőven belefér a te életidődbe, amennyi van. És ennyi volt, utána már nincs több. Nem a félelemnek kell, hogy vezesse ezekben. A félelem a legrosszabb tanácsadó ezekben az időkben. Nem a félelem kell, hogy motiváljon. Az lebénít a félelem. Hanem a tetrekészség és a lelkesedés. Ez az, ami nagyon-nagyon számít. Lukács 14-16. Nézd meg az értékeknek a felismerése. Tehát itt beletartozik a következő pontba, vagyis hogy ebbe itt a Lukács 14-16-tól. Ő pedig mondta annak, egy ember készített egy nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosaknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindjárt egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Tehát nézzétek meg, van elhívásunk, kiválasztottak bennünket, és hivatalosak vagyunk a nagy vacsorára. És egyszer csak azt olvasod ezeknek az embereknek, ugye ez egy példa, és azt olvasod, hogy hát mondjuk nem írja azt, hogy ez egy példázat, lehet, hogy ez így megtörtént, és azt mondja itt, hogy elküldte a szolgáját ez az ember, és azt mondja, gyertek, kész van minden. Jézus nem mondta azt véletlenül, hogy elvégeztetett? Kész van? Ezt mondta. Kész van, elvégeztetett. Gyertek! És azt mondja itt, hogy mindjárt egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Első mondta, hát most vettem szántóföldet. Én nem mehetek. Azt mondja, ki kell mennem, hogy azt megnézzem. Kérlek téged, ments ki engem. Egy másik mondta, 5 iga ökröt vettem. Elmegyek, hogy azokat kipróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem. Azért nem mehetek. Mert mindenkinek meg volt a kifogása. Miért nem mehetek? Van szántóföld, van ez, van az. De hát emberek, most van az idő. Most van az idő, mikor az Urat kell követni. Nem jövőre, nem jövő után. Most megy a szekér, most ért ide az Úr, most mondja azt, hogy kövess engem. Holnap már, ha ki tudja, hol lesz. Ki tudja, kiket szólít meg. Jó, persze, van még a kegyelem napja. De ha halasszuk, ments ki, most nem érek rá. Most nekem el kell mennem a szántóföldhöz. El kell mennem dolgozni. Most el kell mennem 6 igra ökröt kipróbálni. Most vettem egy 250 lóerős autót. Elmegyek, kipróbálom. De hát ments ki engem. Ugye a másik mondja, de hát most ismerkedtem össze. Hát most van a jegyesség, most van a házasság, most ez van. Mindig van valami, emberek, nem veszitek észre? Mindig van valami, amire azt lehet mondani, hogy kifogás. Hogy ments ki. De nem szabad kifogásokat gyártani. Most van az idő, amikor az Urat kell követni. És erre azt mondja, mikor azért a szolga hazament, mondta ezeknek, tehát látod, nem voltak lelkesek. Talán nem értették meg a jelentőségét. Se az Úrnak, a személyének a jelentőségét,
se az alkalomnak a jelentőségét nem értették meg. És azt gondolták, hogy ezek a mulandó dolgok többet érnek, mint az, amire várja őket az Úr. És emberek, helyre kell állítani a prioritást az életünkbe. Azt mondja, hazament a szolga, megmondta az úrának, akkor megharagudott a gazda, és mondta a szolgájának, eredj hamar a város utcáira, szorosaira, szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat hoz be. Mondta a szolga úr, miért? Mert ezek hallgattak. Hogy a farizeusokat nem megelőzték? Azt mondja, a bűnösök, a paráznák megelőzik a farizeusokat. Mit jelent ez? A vallásos embereket megelőzik az Isten országában a bűnösök. És aki el tudja fogadni magáról, hogy bűnös vagyok, az be tud menni Isten országába. A vallásos meg azt mondja, nem vagyok bűnös. Ez nem nekem szól. Eddig is így ment minden, ezután is így fog menni. Ki tudja, mikor jön vissza Jézus? Lehet, hogy nem is a mi időnkben jön vissza Jézus. Há, ugyanúgy élem az életemet, mint eddig. De hát emberek, ez nem fog örökké tartani. Nekünk mindig késznek kell lennünk. Mindig úgy kell élnünk, mint hogyha ma jönne vissza Jézus. Nekünk így kell élnünk. Következő, harmadik hozzáállás a kenethez, vagy ez igen, harmadik. A harcos magatartás. 1 Királyok 19:17. 1 Királyok 19:17. Azt mondja itt, és lesz, hogy aki megmenekedik hazáll fegyverétől, ugye Jéhu öli meg, és aki megmenekedik Jéhu fegyverétől, azt Elízeus öli meg. Tehát ez egy harc. Fegyver. Tehát Elízeus egy harcos magatartása volt neki. Azt mondja, azt megöli Elízeus. Vége lesz neki. Efézus 6-ban, ugye olvasunk ilyenről a mi életünkkel kapcsolatban, ugye az hagyján, most nem tudom, hogy ti mit vetetek észre a keresztény élettel kapcsolatban, de az biztos, hogy nem azt vetétek észre, hogy ez egy ilyen sétagalop az embernek az élete, hanem ez harc. Az egész keresztény élet az harc. Figyelj, a keresztény szolgálat, meg még harcosabb. Azt mondja az Efézus 6-ban Isten igéje. 11. verszak. Tehát ez egy ilyen, a kenethez kell egy harcos magatartás is szükség van. Öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk birkózásunk eredetiben. Tehát ez egy birkózás zajlik az embernek az életében. És méghozzá, azt mondja, gonosz szellemi lényekkel van birkózásunk. Azt mondja, fejedelemségek ellen. Tehát ezek konkrét szellemi lények, nem démonok ezek bukott, gonosz angyalok. Fejedelemségek ezek, azt mondja a második kategória hatalmasságok, harmadik kategória ez élet sötétségnek világbírói, negyedik kategória gonoszság szellemei, és ráadásul ezek a magasságban vannak. Tehát van olyan hadosztálya az ördögnek, amik itt vannak a földön, ezek a démonok. És vannak a magasságban hadosztályai, és nekünk birkózásunk van ezzel, a magasságban levő erőkkel. A démonokkal nincs birkózásunk, azokat ki kell űzni. Ezt meg kell jegyeznem, hogy a görög eredetiben a démon, amit mi azt mondjuk démon, az az eredetiben azt úgy kéne fordítani, hogy démonocska. Az egy kicsinyítő képző. Tehát a démonokkal itt a földön ne viaskodják, kérlek téged, hanem űzd. Azok ebből értenek. Mert sok keresztény belemegy démonokkal harcba,
miközben nem démonokkal van nekünk harcunk, tusakodásunk, hanem gonosz szellemi lényekkel. A démonokat űzni kell, parancsolni kell, Jézus nevében ki kell űzni. Ki kell űzni magunkból, ki kell űzni a feleségünkből, a gyerekeinkből, családunkból, ki kell űzni a testvéreinkből, ki kell űzni a gyülekezetből. Ezt csinálni kell. Én is úgy csináltam. Az elején magamból űztem a démonokat. Aztán a feleségemből. Vagyis még egyesek voltunk. Aztán, amikor megházasodtunk, akkor is. Aztán a gyerekekből is. Aztán a gyülekezetbe is. Értitek? Tehát, hogy ez fontos. Tehát démonűzés nélkül nincs sikeres keresztény élet. Mert meg van terhelve, rárakódnak az emberre ezek a démonok. Tudom, hogy megy egy tehát a keresztény világon belül, hogy van-e keresztényben démon, vagy nincs. Van démon keresztényekbe. Nem azért, mert én mondom, hogy van, meg nem csak az alapján mondom, hogy ez a tapasztalat, hogy van. Megdöbbentő. És az ember hordoz terheket, ősöknek a terheit hordozza. És ezért jó a kenet, hogy megszabadít. Hát ez a Jézuson levő kenet. Hát erről szól, emberek, hogy szabadságot adjon a foglyoknak. Hogy a börtönőröktől megszabaduljál. El tud hagyni a börtönödet. Ehhez kenetre van szükség. És a kenet nyitja ki a láncokat, vagy nyitja ki az ajtókat az ember előtt, és el tudja hagyni ezeket tehát a démonokat ki tudja vetni magából. De hát láttam én is egy csomó démonüzés során keresztényekből kimenni démonokat. Van. De itt is látjuk, hogy, tehát visszatérve ide, hogy tusakodás zajlik, nagyon nagy tusa zajlik. Amik természet fölötti lények, magasságban levő lények, vívunk, lényekkel szembe vívunk, és ezért azt mondja Pál, hogy öltözzük föl az Istennek a fegyvereit. A másik az, hogy ennek a harcnak a legnagyobb része viszont gyakorlatilag az elménkbe zajlódik. Ugye erről beszél a 2 Korintus 10. Azt mondja itt az ige, mert noha testben élünk, de nem tesz szerint vitézkedünk. Tehát a testben való élet az egy vitézkedés is, de nem testi vitézkedés. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem vitézkedünk, tehát harcolunk, hanem arról van szó, hogy nem test szerint harcolunk, tehát van harcunk, de ez nem test szerint. Tehát nekünk nem kell felvennünk a különböző fegyvereket, tehát testi fegyvereket, mert nem így történik a harcunk, hanem szellemi fegyverekkel, és azt mondja, mert a mi vitézkedésünknek, tehát látod, van harcunk, és a harcunknak a fegyverei sem testiek, hanem erősek Istennek ezek a fegyverek, az erősségeknek a lerontására, és ezek az erősségek, amiket itt szó van a 2 Korintus 10-ben, ezek az elmében vannak, ezek okoskodások, az egyik részük okoskodás, a másik részük magaslat. Tehát az elmében tudnak felépülni olyan magaslatok, erődítmények, amik meghatározzák utána a gondolatainkat. Tehát, hogy milyen irányba folyjanak. Tehát a gondolatainknak is, mert miért van az szerintetek, hogy tehát egy-egy dolgot az emberek nem ugyanúgy látnak, de és nem kell ugyanúgy látni, ne érts félre, de egy-egy dolgot nem ugyanúgy látnak az emberek, és utána vitatkoznak azon, hogy akkor hogy is van az. Azért, mert különböző erősségek vannak felépítve az embereknek az elmébe, mindenkinek szinte, vagyis mindenkiben, és ezek az erősségek határozzák meg, hogy hogyan értelmezem a helyzetet. És ezek az erősségek nem csak meghatározzák, hanem egy beállítást adnak az embernek, ezek a magaslatok, amelyek Isten ismerete ellen emeltetett, tehát ezek akadályozni fogják az embert abban, hogy Isten ismeretét meg is, tehát megtapasztalja.
ilyenek a különböző, például ilyen alapbeállítások mondjuk a világban, amiket tapasztalunk, hogy mondjuk evolúció. Ezek ilyen alap, tehát erősségek épülnek föl, és utána, amikor már hall az ember valamiről, úgymond világnézetévé válnak az embernek, és ahogy hall Isten dolgairól, már ez a világnézet úgy befolyásolja, hogy azt szerint kell, hogy lezajlódjon benne, hogy hogyan reagál. Tehát zsigerből fog reagálni, mert az erősségek ott vannak. De ha sikerül legyőzni az erősségeket, akkor ezeket az erősségek, ahogy le lesznek győzve, rögtön Isten ismeretére tud jutni az ember. A következő, azt mondja, fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát itt a gondolatoknak a szintjén, ugye nekünk vigyáznunk kell arra, hogy milyen gondolatok vannak a fejünkbe, mert ezek rögeszmékké tudnak válni ezek a gondolatok, és tehát is nem hagynak békén, tehát ettől rögeszme, hogy nem hagynak békén ezek a gondolatok, és az, mert az ember megtűri ezeket. Tehát ne legyünk rögeszmésé. Tehát harcunk van, a világ is. Az a baj, hogy ugye a földön, tehát itt nem Isten a fejedelem ezen a földön. Nem Isten uralkodik ezen a földön. Tehát Jézus megkapta a hatalmat a mennyen és a földön, de a rendszer változás még nem történt meg. Ez lesz majd, amikor Jézus Krisztus visszajön a földre, és akkor megváltoztatja az egész rendszert politikailag, társadalmilag, minden szempontból. Addig a spirituális hatalomátvétel megtörtént. Értitek? Tehát a spirituális hatalomátvétel megtörtént. Most Jézusé minden hatalom menjen és a földön. Ez rajtunk keresztül, tehát akik újjászülettek, rajtunk keresztül ez meg tud nyilvánulni. De amúgy ez nem fog megnyilvánulni, mert Pál apostol arról beszél, hogy a sátán ennek a világnak a fejedelme. Ennek a korszaknak a fejedelme. Ez a korszak fölött a sátánnak van befolyása. És ezért azt látnunk kell, hogy ellenállásokkal küzdünk. Hogy van az, hogy megtértünk, és miért nem így megy a pályánk fölfele? Miért egy csomó harcon keresztül kell átmennünk? Miért egy csomó kísértésnek kell ellenállnunk? Miért kell egy csomó próbán átmennünk? Egyáltalán kitámaszza azokat a próbákat? Értitek? Hogy lehet, hogy van arra lehetőség, hogy rostáljon az ördög? Hogy lehet az, hogy érted, közben el tudnak bukni keresztények, hát ha nincs az ördög, vagy nincs befolyás az ördögnek, akkor nem lehet elbukni se. Ott van a Démász Pál apostolnak a példájánál, hogy lehet az, hogy a Démász az ott hagyta Pál apostolt. Vagy most többet mondok, mi van az, hogy lehet az, hogy az ázsiai gyülekezetek ott hagyták Pál apostolt, ugye ezt írja a Timoteus levélben. Hát ha nem működik az ördög, és nekünk nincs harcunk, akkor hogy lehet ez? Értitek? Tehát fontos a kenethez a harc is, hogy nekünk harcunk van. Nekünk harcunk van ezzel a világgal, harcunk van a testtel, tehát a világgal, a testtel, az ördöggel, minimum ezzel a hárommal harcunk van. Bűnnel szembe, de ugye ez az ördökhöz, hogyha hozzárakjuk, akkor harcunk van. Ez egy hozzáállásnak kell, hogy legyen. És ez benne volt, mert lehet, hogy Elizeus nem ölt meg senkit, de ez a harcos magatartás, vagyis nem ölt meg senkit. Biztos, hogy nem ölt meg senkit? Mi van azzal a 40 gyerekkel? Persze azt mondjuk, az a medve ölte meg. Ki átkozta meg azokat a gyerekeket? Elizeus. Vagy ki kente föl Hazaelt királyá? Elizeus. És Hazael hány embert ölt meg Izrael fiaiból? Nagyon sokat. Tehát
látszott, hogy ez egy, tehát az Elizeusban van egy harcos magatartás is, és ez kell, hogy legyen a Kenetben. És ezt elvárta Isten, hogy az Elizeusban legyen egy ilyen, hogy aki megmarad a Hazaeltől, megmarad a Jéhútól, az viszont az a Elizeus maradjon. De Jéhú elvégezte. tehát ugyanaz a harcos magatartás volt a Jézabel rendszer ellen, ugyanaz a harcos, tehát a démoni rendszer ellen, sátán ellen. Nem szabad eltűrnöd, az otthonodban nem szabad eltűrnöd a sátánt. Az otthonodban nem szabad eltűrnöd a démonokat, működését a démonoknak. Tehát nem szabad megtűrni az embernek az otthonába a sátánt. Nem szabad megtűrni démonokat az embernek az otthonába. Egy csomó minden, tehát meg tudja szomorítani Isten szellemét. Lárma ilyen például, ami meg tudja szomorítani. Hisztéria ilyen, ami meg tudja szomorítani. Tehát nem szabad megengedni a hisztériát, a lármázást. Az nem. Tehát érzi az ember, hogy ez idegen. Tehát ez valami más. Egy idegen szellem. Ordítozás ilyen. Tehát amikor férfeleség között kiabálások, ordítások, veszekedések vannak, az is egy szellem az otthonba. Tehát az se jó. Tehát ne vigyázzunk az otthonunkra. Ott tudunk feltöltekezni. Ott tudunk erőt nyerni. Ott tudunk újra és újra visszatérni az igével való találkozással, az imában. Tehát az otthon az egy nagyon fontos hely. Fontos, hogy démonmentes. Minél jobban démonmentes. Ami ennyire tőlünk telik, démonmentes legyen az otthonunk. És ez egy feladat. Ezt el kell végezni. A tévén keresztül, interneten keresztül be tudnak jönni gonosz szellemek az embernek az otthonába. Tehát fontos, hogy szellemi dolgokkal töltsük meg szellemi tartalommal az otthonunkat. Tehát ugye Pál apostol is beszél harcról a 2 Timóteus 4:7-ben. Nézzétek meg, hogy ugye ez az utolsó levele Pál apostolnak, és azt írja az élete végén, a 4:7-ben, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Tehát akkor kérdezem tőled, kell harcolni? Hát a Pál apostol azt mondja, hogy megharcolta a nemes harcot. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Tehát ez az egész harc arról szól, hogy ne tudja bevégezni a futását, mert vannak ellenerők, amik nem akarják, hogy bevégezd a futásodat. Azt akarja, hogy a hitedet elveszítsd, ahogy éled az életedet. És azt mondja, végül eltétetett nekem az igazság, tehát a megigazultság koronája, mert ad nekem az Uram a napon. Tehát van harcunk, fontos ezt a harcot harcolni, mert különben nem tudjuk befutni a pályafutásunkat, és azért is fontos, hogy meg tudjuk tartani a hitünket, hogy ne úgy költözzünk el erről a földről, hogy igen, hittem, megtértem, igen, már 40-50-60 éve megtértem, de igazából most már egyháztag vagyok. Nem. Ilyet nem szabad csinálni. Ez harc. Ez harc, emberek. Ez harc. Ez fontos, egy harcos magatartás. Hogy érted, hogy kap az ember egyet az ördögtől, akkor nem az van, hogy jaj, mi történt, kifeküdtem, és akkor most hogy lesz ez az egész? Hát semmi, fölkelsz, kicsit gyakorolsz még. Istána te is megsorozod jobbosokkal, vagy először bal, 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 jobb. Tehát fontos, hogy szellemileg fölálljon az ember, és megmondja az őrnek, ördög, nem fogsz engem kicsinálni. Ez harc, tudom, hogy ez harc, és nem fogok kikészülni ebben a harcban. Tehát ez egy mentalitás, értitek? Ez egy hozzáállás, ez egy mentalitás arra. Nagyon fontos az embernek, hogy az elméje, hogy mentálisan is rájön arra, hogy küzdelemben van. Mert akkor nem ér váratlanul. Mert sokszor az ördög úgy csinálja, hogy csönd van, csönd van, csönd van, csönd van. Semmi nem történik, csönd van. Na, ebből már sejtetted, hogy valami van. Valami készül.
És fontos, hogy rá legyél készülve. Sőt, az még fontosabb, amit az Elizeus csinált, hogy megmondta a királynak, hogy hol erősítse. Tehát jó az, amikor az ember inspiráltan, tehát ugye nagyon ezért fontos egyébként úgy jönni Isten tiszteletre. Az emberben van egy vágy, érted, hogy mit akarsz mondani Isten? Hogy tudom megoldani ezt? Mi lesz? Hogy lesz? És az ember egyszer csak azt tapasztal, amikor van egy ilyen szomjúság az emberben, hogy Isten igéje jön, és pont arra a helyzetre mond dolgokat. Ezt tudod, hogy ez milyen? Amikor Elizeusnál a szíriaiak kitalálták, még a királynak, a szíriai király, bent a hadi tanácsába beszélték, hogy hol kell betörni Izraelbe, és Elizeus küldte a király, abban a pillanatban mondta a királynak, figyelj, vidd oda a harcosaidat, ott azon a határszakaszon. Ott erősítsd meg. Mentek a szíriaiak, ott van Izrael. Most mit csináljunk? Arra nem készültünk fel, hogy más haditervel. Visszamentek, megint tanácskoztak, okoskodtak. Most azon az oldalon menjünk. Erre mennek azon a határvonalon, ott is Izrael félnek, mert közben Elizeus mondta, hogy azt erősítsék meg. És azt mondja, nem egyszer, nem kétszer volt ilyen. Azt mondja az ige. Gondold el, hogy Isten igéje tud olyan, tehát hogyha veszed az Isten igéjéből a kijelentést, akkor tud olyan területeket megerősíteni, hogy egyszer csak azt veszi észre az ellenség, hogy nem tud betörni. Védelem, ez volt a panasza Jobbnál, emlékeztek? Maga a sátán panaszkodott Istennek. Hát te vetted körül mindenét, amilyen van. Hát hogy tudok hozzá nyúlni? Hát mondd már meg nekem. Ez mondja, vegyétek föl Istennek a teljes fegyverzetét. Miért? Mert ez körbevesz. Az üdvösség sisakja. A megigazulás mellvasa. A valóság derékszíja. A békesség evangéliumának a saruja. A hitnek a pajzsa. Az Isten igéje. A szellemnek a kardja. Ezek olyan fegyverek, körülvesz az ördög. És pattognak le, tudod, mint a tüzes nyilát, azt mondja meg. Nem azt mondja az ige, azt mondja, vegyétek föl a hitnek a pajzsát, amivel megoltalmazzátok magatokat, mitől? A tüzes nyilaktól. Tehát nem azt mondta, hogy nincsenek tüzes nyilak. Azt mondta, hogy a pajzs mögött te nem fogod megtapasztalni a tüzes nyilakat. De tüzes nyilak vannak. De a pajzs oltja ki a tüzes nyilakat. Értitek? És ezért tehát leveszi ezek a fegyverek, leveszik az élét annak a fegyvernek, amiket az ördög készít. És így ki lehet kerülni az ördögnek a csapdáit. Tehát ez is nagyon fontos. Tehát Pál megharcolta a harcát. A futását elvégezte, a hitét megtartotta. Következő. A reménységnek az embere legyél. Ez a 1 Királyok 19:19-ben van erről szó. A reménység embere. Kenet emberének fontos, hogy a reménység embere legyen. Ugye itt mit mond az ige? 1 Királyok 19:19. És ő elmenvén onnét megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott 12 járó mökörrel, ő maga a 12-dikkel volt. Tehát a föld felszántása az egy nehéz feladat. Az fáradtságos, kemény munka, nehéz munka az. Ez egy, az embernek tehát beleállt egy ilyen munkába, gondoljátok el a hozzáállását Elizeusnak. Ez volt a munkája. Ezt tette, ezt csinálta. Tehát ő bírta a nehéz, fáradtságos, kemény munkát, de viszont ugye miért mondom azt, hogy ez a reménység embere volt? Na az 1 Korintus 9:10 azt mondja, hogy avagy nem értünk, mondja általában, mert mi értünk irattatott az meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania. Tehát Elizeus szántott. De mi értünk van ez megírva, hogy aki szánt, annak reménység alatt kell szántania. És aki cséppel, az ő reménységében részesnek lenni a reménység alatt. Tehát miről van itt szó? Arról,
hogy a reménység az, hogy az ember jót vár. Jót vár. Tehát így tud a kenet rá menni az életedre, hogy van egy pozitív, most úgymond pozitív jövőképed. Világos, pozitív jövőképed van. Ha ilyen nincs, a reménytelenséget nem keni föl Isten. A depressziót nem keni föl Isten. Az egy antikenet, a depresszió. Most elmondom neked. Az örömnek a kenetével az Úr fölken. De a depresszió az az ördögnek a kenete. Az az antikenet. Tehát ne szeresd a depressziót. Ne szeresd a szomorúságot. Kilátástalanságot. Ne engedd meg, hogy reménytelen legyél. Mert az élet kihoz olyan dolgokat, a sors kihoz olyan dolgokat, hogy az embert a reményét elvegye. Erről szól az egész élet, emberek. A hitet elvenni, a reménységet elvenni, a szeretetet elvenni. Hát ezek maradnak meg, azt mondja. A hit, a remény és a szeretet. De az ördög mind a hármat elkezdi bombázni. Ezeket el akarja venni. Nehogy már legyen reménységed. Hát hogy képzeled, hogy reménység, hogy jót vársz? Hát hány ember úgy halt meg élete végén, hogy egy reménytelen, csüggett helyzetben van. Mert azt látja, hogy amikor elindul fiatal korában, akkor voltak vágyai, álmai, tervei. Eldöntötte, hogy mit akar, hogyan akarja. És egyszer csak eltelik 20, 30, 40, 50 év, és egy egészen más élet, más pályafutás alakul belőle. Azt nem mondta, hogy neked nem voltak gyerekkori álmaid. De hová tűntek? Ki lett abból az emberből? És lehet látni, hogy fiatal korban, ugye, hogy ott vannak a fényképek, és oda teszed, eltelik 10-20 év, és már ott van 30-40 évesen azon a fényképen, aztán ott van 60 évesen azon a fényképen, és látszik, hogy valami végérvényesen, visszafordíthatatlanul megváltozott annak az embernek az életébe. És ilyet nem szabad megengedni. Meg kell tartani azt a fiatalkori üdességet. És azt végig kell, azzal kell végigmenni az életem. Nem szabad csalódni, emberek. Senkiben. Az Úr veled van. Neked nem kell tönkre menned ebben az életben. Senki nem mondta, hogy tönkre kell menned. Nem erről szól az élet. Nekünk olyanoknak kell lenni, amit mondtam nektek azon a... Tudod, hogyha Isten nem jön addig vissza Jézus. Legalább a mi... De ne érts félre, tehát mi nem akarom, hogy meghalljunk meg ilyenek, elragadtassunk. Érted, hogy valamit tegyünk. És egyedül senki nem tud semmit se tenni. Ahhoz egy közösség kell, hogy hathatósan tegyünk valamit. Az nem egy emberről szól, hanem sok-sok emberről szól a közösség. És így tudjuk felépíteni az Istennek a munkáját. De ebben fontos, hogy nem kell csalódni. Át lehet menni magasságokon, át lehet menni mélységen, metrón is lehet közlekedni, repülőn is lehet közlekedni. Föld alatt is lehet közlekedni, meg a felhők fölött is lehet közlekedni. Nem? De nem lehet csalódni. Tehát nagyon oda kell figyelni az életre. Nagyon oda kell figyelni, hogy ne. Meg az, hogy ne tegyük tönkre egymásnak az életét. Az is lényeges ebben. Se a házastársak egymást lenyúzzák, húzzák, nem? Tehát az érted? Tehát nem azért házasodik meg az ember,
hogy érted, hogy tönkrevágja a másikat, nem? Tehát nagyon fontos ez. Na, menjünk tovább. Jakab 5:7. Negyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli estén esőt kap. Oké, látjátok? Szántóvető, reménység, várakozás, béketűrés. Mehetünk tovább. Következő. Tisztában volt a kenettel és a palástal. 1 Királyok 19:19. És Illés hozzáment, és az ő palássát rávetette. Tehát megértette, hogy mi történt. Nem az volt, hé, minek teszed rám a palástodat? Érted? Nem tudta, miről van szó. Tudta, hogy ez mit jelent az életében, mi történik. Tehát ez valamikor fáziskéséssel megy, tudod, az ember értelmezi, mi volt, hogy történt, mi történt. Fontos, hogy az ember az életében átgondolja az eseményeket, tisztában legyen, mi miért történik az életében. Tehát a sorsnak, az alakulásával fontos az embernek, a saját sorsának az alakulásával tisztában lennie. Következő. 1 Királyok 19:20. A következő, megváltozott a prioritás. Tehát ez is nagyon fontos a kenethez, hogy változzanak meg a prioritások. Nézd meg, mit mondott, elhagyta az ökröket, Illés után futott. Megváltozott a prioritása. Nem érdekelték már az ökrök Elizeust. Illést érdekelte. Nézzétek meg, Kolossi levélben ugyanezt mondja Pál apostol. Azt mondja, annak okáért, ha föltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal, az Istenben. Például ez egy prioritás, hogy tudjam meg, hogy mi történt velem, mi volt ez a palástrátétel, mi ennek a következménye. Nézd meg, ha annak okáért feltámadtam a Krisztussal, ha tisztában vagyok a vízkeresség jelentőségével, ha tisztában vagyok azzal, amit a Róma 6-ban mond Pál apostol, akkor nézd meg, hogy mit csinál az ember. Elkezdi a prioritásait megváltoztatni. Elkezdi az odafelvalók vonzani. Elkezdi keresni az odafelvalókat. Van egy vonzás az életében az embernek. Miért? Mert van egy prioritás csere az életében. Ha van prioritás csere, van vonzás az embernek az életébe. Jó, menjünk tovább. Következő, rendezett kapcsolatok. Ez a következő pont. Ez is fontos a kenethez. 1 Királyok 19:20. És mondta, kérlek, hadd csókolja meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek. Tehát nem egy rendezetlen hátteret hagyott maga után Elizeus, hanem rendezett kapcsolatokkal. De ugyanez az ige azt is jelenti, hogy hátra kell hagyni a családot. Ez nagyon durván hangzik. Ugye az ember sok területen tapasztal, pláne a szolgálat területén, ugye a család mindig megfizeti az árát a szolgálatnak. Ez jobb, a tisztában vagy. Ha Isten adott neked valamilyen területen, az egyházba, hogy működjél. De mondom, ez nem csak szellemi szolgálat, ez diakóniai szolgálat, pénzügyi szolgálat, bármilyen szolgálatokról van szó. Az egyháznak a család mindig meg fogja fizetni az árát. Itt erről van szó. Ha nem hívta volna el Isten Elizeust, ott lett volna az apjával, anyjával. Így meg egy törést kellett elszenvedni a családnak ahhoz, hogy Elizeus szolgáljon. Tudom, hogy sokszor ugye azt szoktuk mondani, vagy ez nagyon félreérthető téma, mert hogyha azt mondom, hogy általában a prioritás az úgy kéne, hogy legyen, hogy Isten, család, szolgálat, ez hazugság. Azért hazugság, mert ahogy itt látod, a szolgálat előrébb volt, és a család ezután volt. De ha csak így mondom el, akkor az a baj, hogy a szolgálók elkezdenek keménykedni otthon a családba, és tönkreteszik a családjukat. És a szolgálat miatt tönkre megy a családjuk. Ami nem jó,
De viszont, ha a család van előbb, mint a szolgálat, akkor az ember nem fog tudni szolgálni, és Istennek az akaratát véghez vinni. Jézus is erről beszél egyébként a Lukács 14:26-27-ben. Azt mondja, ha valaki én hozzám nem jön, meg nem gyűlöli az ő apját, anyját, na most csak mondom, hogy a gyűlölet az nem azt jelenti, hogy tudod, ilyen igazából ilyen érzelmi gyűlöletet, és azt mondja az ember, hogy gyűlöllek téged, na az nem az, ez nem a tanítványá válás és a szolgálatra lépés útja, hanem itt prioritásról van szó. Tehát amikor Isten azt mondta, ugye sokan így nem is értik, hogy Ézsau gyűlöltem, Jákobot szerettem. Itt nem azt jelenti, hogy Isten gyűlölte Ézsaut, hanem azt jelenti, hogy Isten prioritásában egy csere történt, és Jákob került az első helyre Isten prioritásába, és utána jött Ézsau ebben. Oké? És itt is ugyanígy van. Azt mondja, valaki meg nem gyűlöli az ő apját és anyját. Na, mert most gondolod el, hogyha gyűlölni kellene, de hát ilyet nem csinál Jézus, mert nem mond ellent az igével, mert ő azt mondja, hogy tiszteld apádat, anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. A másik meg az, hogy miért így van, hogy ugye hogy a férfinak mondja, de ahogy hívják, tehát nem nevezi meg az asszonyt, meg a gyerekeket. Miért? Mert egy család, tehát a férfi a családnak a vezetője, és a család az a férfit követi. És a nyilván egyértelmű, hogy ami a férnek a kötelessége, az is az a feleségnek is a kötelessége. És a gyerekek is ehhez igazodnak. Tehát ezt nem tudsz mit csinálni. És ugye, ahogy itt azt mondja, hogy a feleségét, gyerekeit, fitestvéreit, nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom, és ha valaki nem hordozza az ő keresztét, és jön, nem lehet az én tanítványom. Tehát, ha itt megnézed, akkor a feleség, a férj, a feleség, a gyerekek, a fiú, lánytestvérek mind megfizetik annak az árát, hogy te Jézus Krisztus szolgálod. Sajnos. Ezért kell, ugye amikor az ember megházasodik, vagy ugye, hogyha az Úrban, tehát úgy házasodik, akkor már az elején lefixálják a lánykérésnél, hogy figyeld ide, az elsődleges az Istennek a hívása, az Jézus Krisztus követése. Mi nem tudhatjuk, hogy kell követnünk az Urat. Ezt mi nem tudjuk az elején. Gondold el, hogyha Ábrahám és Sára példáján keresztül, gondoljátok el, ezek az emberek sátrakba laktak. Neki nem volt lakása. Sárának nem volt kertje. Értitek? Tehát, hogy miről mondott le Sára, azért, mert Ábrahám felesége lett. Isten azt mondja, menjél most Egyiptomba. Hát de itt van mindenem, egzisztenciám, mindenem itt van. Itt van a lakásom, menj Egyiptomba. És követte mindenki. Az egész család követte. Azt nem mond, hogy akkor a család az első, és az elhívás a második. Vagy a szolgálat. Tehát ahová vezet Isten szelleme, úgy igazodik a család is ahhoz. És ha neked elhívás van az életedbe, akkor a családodnak kell, hogy ahhoz idomuljon. Nem? Az a család mindenképpen megfizeti az árát. Itt arról van szó, hogy ne menjen az egész oda, hogy tönkre menjen a család. Tehát a szolgálattal. De a család az mindig megfizeti az árát, hogyha van szolgálatod. Akarod, hogy az Úr felkenjen? Na, azért ne olyan hamar válaszoljatok. Mert ennek ára van. Ez kőkemény ára van ennek. Nagyon sok feszültséggel is együtt tud járni ez. Mert különben ez olyan, mint a katonasság. A szolgálat az majdnem olyan, mint a hivatásos katona lenne valaki. Azt mondja az Úr, menjél. Mész. Tehát ott van a feleség. Ő meg azt akar, hogy otthon legyél. Mert különben is a nyaralás ki volt írva. Most csak mondtam valamit. Hát érted, tehát vigyázni kell, hogy közben ne menjen tönkre az asszony ebben. De viszont, ha meg nem szolgálod az Urat, elmondom neked,
nagyobb az ára az engedetlenségnek, mint az engedelmességnek. Az engedetlenségnek mindig nagyobb az ára. Tehát az Isten szolgálatában. Tehát itt egy ilyen volt, látod, elment, elhagyta az apját, anyját, és követte Illést. Tehát nagy ára van a szolgálatnak, Jézus követésének, de az engedetlenség ára még nagyobb. Oké, következő, öld meg az ökreidet. Ilyen is van. Ugye az ökrök, 1 Királyok 19:21, elmenvén ő tőle, vön azután egy pár ökröt, levágta azt az ekéhez való szerszámokból, tüzet rakván, megfőzte azok húsát, népnek adta, megették. Tehát értékes dolgok. Tehát amit az ember értékesnek tart a maga életébe, ezek óriási értékek voltak abban az időben, ilyenek a talentumok, értékes dolgok. Fontos feláldozni azt, ami van, és minden elhívásnak ugye ára van, a kenetnek is ára van. Filippi levélben beszél erről Pál apostol a 3:7-ben. Azt mondja, de amelyek nekem egykor nyereségesek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy amik értékek, amik olyan, ami az ember számára becses, értékes, és attól ő valami, vagy valaki, ezt kárnak és szemétnek ítélje a Krisztusért. Tehát ez egy hozzáállás, ez az ököknek a levágása. Egyébként ez a múltnak is, mert itt egy múlt levágásról is szó van, mert ugye itt eszközöket is égetett Elizeus, ugye tüzet rakott az ekéhez való szerszámokból. Tehát Isten azt mondja Pál, sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjem. Tehát mit jelent ez? Az, hogy az ember el tudja hagyni. Tudja hagyni kárba veszni. Oké, tudja hagyni, hogy kárba vesszen az, ami értékes. Ez egy nagyon fontos dolog. A Krisztusért. Mert akkor biztos, hogy a Krisztus megtisztítja azt a dolgot, és visszaforgatja az embernek az életébe azt a dolgot. De ennek a képessége bennünk ott kell, hogy legyen, hogy hagyni. Tehát, hogy tudjuk hagyni a dolgokat, az értékes dolgokat is. Amikor a ráhagyni Jézus kezébe, rátenni Jézus kezébe. Egyébként így működnek a talentumok is, ahogy a két hal, meg az 5 kenyér esetében is, ugye megkérdezi Jézus, mitek van? Hát nekem van, egy kisgyereknek van 2 hala, 5 kenyere. Ez nekem elég. Tehát az én képességem, az én talentumom, az jó, az elég. De az, hogy mindenkié legyen, ahhoz át kell adnom Krisztusnak a kezébe. És Krisztus, érted, megoldja, mint főpap, hogy ez megsokszorozódjon, ez a kenet, hogy megsokszorozódjon ennek a képességnek a hatása az embereknek az életébe. És akkor viszont sokan jól laknak. Amíg nálam volt, addig csak én tudtam volna jól lakni. Ahogy átadtam Krisztus kezébe, már nem csak én tudok jól lakni, hanem 10 000-ek is jól tudnak lakni belőle. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ez a képesség, ez egy képesség, amit Pál is mond, és ami benne volt Elizeusba is, hogy ez a hagyás, tehát hogy ráhagyod, ez egy átadás Krisztusnak a kezébe. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert vissza tudja adni, hogy le kellett tenni. Ugye sokszor ez az Izsák példával van, de azért nem ennyire brutális. De mégis kell lenni egy hagyásnak, hogy az ember hagyja, hogy az, ami számára érték, és számára jó, és számára drága kincs tehát hagyja, hogy elvesszen. És ha ezt ki tudja engedni az ember a kezéből, akkor át tud menni Istennek a kezébe, és meg tudja úgy forgatni ezt az egészet, hogy sokkal nagyobb nyerességgel tudja az ember visszakapni azt a dolgot. Persze, ha Istentől van az. De ugye azt kell elengedni, hogy ez Istentől van, vagy nem Istentől van. Ez sokszor így lehet kipróbálni,
Hogyha Istentől van egy dolog, akkor az hagyod kárba veszni. Ha tudod hagyni kárba veszni, akkor az Istentől van az a dolog. Ha nem tudja az ember kárba veszni, akkor nem tudja levágni az ökreit, ahogy Elizeus levágta. Menjünk tovább. Következő. Nagyon durvát mondok. Ebben a demokratikus 21. századi társadalomban, de kénytelen vagyok ilyet is kimondani, szolgáld Isten emberét. Egy Királyok 19:21, nézzétek meg Elizeusnál, felkelvén elment Illés után, és szolgált neki. Tehát ez az alázatosság, hogy ez Isten házában nagyon fontos az alázat. Nézzétek meg, hogy Elizeust prófétának keni föl Isten, mert ez volt már az elején, ezt nem is tudott Elizeus, de Illésnek ezt már az elején megmondta, és mindenki előtt azzal vált nyilvánvalóvá Elizeus, hogy Illés kezeire vizet öntött. Ugye ezt olvassuk, hogy Illés kezeire vizet öntött. Ezzel vált ismerti. Nem azt mondta, hogy hú, mekkora proféta Elizeus, hanem azzal vált ismerti a királyok előtt, hogy Illés kezére vizet öntött az Elizeus. És azt mondja, hogy csak utána kapta meg az ő elhívását, ugye ez így volt a Józsuénál is, Mózesnél, ugye Józsuénál, hogy szolgálta Mózest, és utána kapta meg az elhívását. Ugyanígy volt Elizeus Illés esetében, hogy utána lépett be az elhívásba, de ugyanígy volt az apostolok és Jézus életében, hogy nézzétek meg, amikor Jézus megéhezett, mit olvasol? Az apostolok mentek bevásárolni. Csak ugye mire visszajöttek, addig a szamaria asszonnyal beszélgetett Jézus. Vagy ilyen volt, amikor az adópénz, hogy be kell fizetnünk az adópénzt, akkor menj el ide és ide, fog ki azt, hogy hát Péter szolgálta Jézust. De mondom, ebben a 21. századi demokratikus társadalomban ilyet mondani, hogy szolgálta. Tehát ez már egy ilyen pejoratív értelme van, vagy jelentés tartalma lehet ennek, de ezt nem ilyen módon mondom, hanem egy olyan megközelítésből, hogy mielőtt a kenetet megkapjuk, először fontos szolgává válnunk. A szolga meg nem ura. Én inkább így mondom, hogy nem ura önmagának, hanem, érted, alá van rendelve az urának. Tehát mielőtt a kenetet megkapjuk, először szolgává kell lennünk. Ugye ezért mondja azt, hogy Jézus a hamis sáfár példázatánál mondja azt, hogy kicsoda bízza rátok azt, ami a tietek, ha előbb nem vagytok hűségesen azon, ami a másé. És kicsoda az, aki kicsin, tehát először a kicsin kell hűségesnek lenni, és megkapja a nagyot az ember. Utána azt mondja, hogy a másén kell hűségesnek lenni, hogy megkapja azt, ami az övé. Tehát ez is nagyon fontos alapelvek a szolgálatba is, vagy a kenetbe is, hogy látjátok Elizeusnál is, hogy elment és szolgált neki, és ráment a kenet. Ahogy ott forgolódott Illés körül, ráment az a kenet Elizeusra. Sőt, nem hogy csak ráment, hanem ugye őt külön kérte, hogy dupla menjen rá. És ugye az egy másik kérdés volt, hogy lehet a dupla kenethez hozzájutni. Most csak a kenethez vezető lépéseket néztük meg. Majd egyszer megnézzük azt is, hogy a dupla kenet, ugye, hogy el kell menni Bételbe, Gilgálba, Jerikóba, és akkor utána a Jordánon is át kell. Tehát annak is megvannak a maga szellemi kinyilatkoztatásai, de most én csak most arról beszéltem, hogy a kenethez vezető lépéseknek az alap elveiről volt szó, hogy erre figyeljünk oda, tudunk kenethez jutni, Isten akarja adni a kenetet, de nézzétek meg, hogy ilyen vonalon, vagy ilyen helyzetek is létrejöhetnek az ember életébe, ami Elizeusnál történt. Vonz a kenet? Kell a kenet. Kenet nélkül semmik vagyunk.
semmik vagyunk kenet nélkül. Minden képességünk nulla kenet nélkül. Minden tehát a jellemünk semmit nem tud kenet nélkül. Hatást nem tudunk kenet nélkül tenni. Ez nem önmagunkban van. Ez valahogy át kell, hogy jöjjön Istenből hozzánk. És azért beszélünk erről, tehát a kenetről, hogy jöjjön át, induljon el, kezdjen el működni. Tehát, hogy hozzáigazítjuk a szívünket, hozzáigazítjuk magunkat, csak az a kenet, az induljon meg, az kezdjen el folyni, kezdjen el kiáradni, kezdjen el ránk ülni, ránk folyni, megérinteni, rájöjjön fejünkre, elménkre, szívünkre, végig folyjon rajtunk, lelkünkön, testünkön átfolyjon, és rajtunk keresztül másokra is át tudjon menni. Tehát ez a lényeg, emberek. Köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm a figyelmeteket. Dicsőség az Úrnak, hogy kenethez lehet közeledni.